Körülbelül 10 esztendővel ezelőtt a Bartók Rádió egyik szerkesztője interjúra hívott meg. Előzetes megbeszélés nem volt. A kérdések tehát váratlanul értek. Mindjárt az elején azt a kérdést tette föl nekem, hogy miért választottam a népzenekutatói pályát. Erre azelőtt senki sem volt kíváncsi. Nagyon rövid gondolkozás után önkéntelenül azt válaszoltam, hogy nem én választottam. Az isteni gondviselés, vagy ha akarjuk, a sors akarta így. Ha ma kérdezne meg valaki engem erről, tudatosan felelném ugyanazt, tudnélik, én híve vagyok az eleve elrendelés tanának. És nem csak azért, mert amikor a konfirmációra készültem 13-14 éves koromban, megtanultam a teljes heidelbergi kátét, hanem főképpen azért, mert régi erdélyi református lelkészi családból származom apai ágon. Az Almási család a krónika szerint a 18. századig tudja visszavezetni a történetét, és azóta hagyomány, hogy minden első szülött fiút Sámuelnek keresztelték, és az mindig lelkésznek kellett, hogy tanuljon. Az Almási Sámuelek sorozatából 3-at fogok most megemlíteni. Az első, akiről szó lesz, 1807-ben született páncélcsehen, és 1875-ben halt meg a Kővár vidékéhez tartozó Magyar Berkeszen, mint a dézsi református egyházmegye esperese. Ő nem csak azért volt nevezetes, mert számos prédikációja jelent meg az erdélyi prédikátori tárházban, hanem 8 hatalmas kötetbe összeírta életének valamennyi prédikációját. Ezek ma megtalálhatók a Kolozsvári Protestáns Teológia Könyvtárában. De az én szempontomból azért is fontos volt, mert ő készítette el a 19. század egyik leggazdagabb dalgyűjteményét. Tudnélik, kitűnően értetett a kotta íráshoz, olvasáshoz, megtanult gitáron játszani, és bizonyára a gitár segítségével kottázta le a dallamokat. 5 kötetes gyűjteményéből itt most az egyikből, mégpedig a negyedikből mutatok néhány lapot. Ezeket a gyűjteményeket nagy zenetudósok is már forgatták, megismerték, és az volt az egyöntetű megállapításuk, hogy átlagon felül helyes a dallam lejegyzése. A következő Almási Sámuel az azért érdemel említést, mert amint a falon lévő fénykép mutatja, 1862-ben tagja volt az olaszországi magyar légiónak, amelynek a tagjai önkéntesen részt kívántak venni Giuseppe Garibaldi szabadságharcában. Abban a reményben, hogy majd, amikor ismét
lángra lobbanhat a magyar szabadságharc tüze, akkor az olaszok is jönnek majd segíteni. A harmadik pedig édesapám volt, Almási Sámuel, tehát őt is Sámuelnek keresztelték, de ő már nem választotta a papi hivatást, hanem jogász lett, és élete utolsó 30 esztendejében az Erdélyi Református Egyházkerület jogügyi előadó tanácsosa volt. Tehát ennyi papi, lelkészi, egyházi kötődés után természetes volt, hogy engem is vallásos szellemben neveltek. Sőt, édesapámnak az volt az elképzelése, hogy engem lelkészi pályára fog irányítani. Most ne tűnjék furcsának, de ezért kezdett már 8 éves koromban tanítani, hegedülni. Tudnilik, neki az volt a véleménye, hogy Erdélyben irodalmilag, zeneileg is művelt lelkipásztorokra van szükség. Az elemi iskolai tanulás mellett tehát a régebben ismert Delli Szabó Géza zeneszerzőhöz adott hegedű tanulásra, akinek volt egy saját szerkesztésű Gradus ad Parnassum elnevezésű hegedű iskolája, bár ő maga nem volt hegedűs, hanem, mint mondtam, zeneszerző, de abból a kottából remekül tudott tanítani hegedűt. A Delli Szabó Gézanál töltött 2 vagy 3 év nagyon kellemes emléke az én életemnek, ugyanis ő egy rendkívül hangulatos ember volt, és meg kell mondanom, hogy engem is nagyon szeretett. Amikor például jól ment a gyakorlás, és mentem órára, hibátlanul játszottam el a feladott etüdöt, akkor gyorsan komponált nekem egy kis darabot, hogy most azt tanuljam meg. És akkor felírta címnek Adagio Pistának. Amikor pedig nyár volt, és látta, hogy egész nap a többi fiúval együtt rúgom az udvaron a labdát, tudnék, egyházban laktunk velük, akkor komponált nekem a következő órán egy rákindulót, mondván azért, mert most hátrafelé haladsz, mint a rák. Ők azonban sajnos 44 őszén elmenekültek Magyarországra, tehát egy ideig abban maradt a hegedű tanulás. Viszont nem sokára került egy kitűnő hegedű tanárnő, Ander Zoltánné, nála folytattam a hegedű órákat, de akkor már a református elemi iskola után a kolozsvári református kollégium diákja voltam. Ez 45-től 48-ig tartott, mert akkor államosították az egyházi iskolákat, és azután, noha ugyanabban az épületben, de már úgynevezett 2. számú fiú liceum tanulója voltam. A két középiskola, tehát a református kollégium és a 2. számú fiú liceum tanárai közül meg kell említenem egy néhányat, mert kitűnő tanáraink voltak. Például a magyar tanárunk Brühl Emánuel volt, csak akkor már nagyon idős volt, és 1-2 év múlva nyugdíjba vonult. De a francia tanárunk Olá Tibor volt, aki később, az államosítások után Marosvásárhelyre költözött, ahol a Színművészeti Akadémián művészettörténetet tanított.
hogy az édesapám tervei nem valósultak meg. Az annak volt köszönhető, hogy 1951 tavaszán meghalt. Hirtelen betegség következtében elhunyt. Én akkor voltam 10. osztályos. Az volt az az év, amikor lehetőség volt arra, hogy egy év alatt 2 osztályt járjunk végig. Én az elején, a tanév kezdetén nem iratkoztam be, mert nem láttam szükségét. De amikor édesapám meghalt, akkor bizony gyorsan el kellett végezni a középiskolát, hogy aztán majd az érettség után mi lesz, majd meglátjuk. És akkor úgy volt, hogy délelőtt jártunk 10-be, délután 11-be, és valamikor augusztus vége felé volt az érettségi. Az egyetemi felvételik akkoriban szeptember elején voltak. Ilyen körülmények között én se a teológiára nem tudtam készülni, se a geológia szakra, amit én titokban kedveltem volna. És ekkor jött, mint a sors keze, az egyik osztálytársamnak a nővére, akivel tárgyaltuk, hogy most hova menjek. Azt mondta nekem, hogy hát ide hallgass. Hát te elemista korod óta tanultál hegedülni, hát te a zenéhez értesz. Hát te menj a zeneakadémiára. Bevallom, akkor azt se tudtam, hogy hol van Kolozsváron a zeneakadémia. A Bocskai házban volt, amint később megtudtam. És hát mit volt mit tenni? Úgy, ahogy voltam készületlenül, beiratkoztam a felvételi vizsgára, és csodák csodája, fölvettek a zenetanári és karvezetői szakra. Ott nagyon jó tanáraim voltak szintén. Közülük 3-at okvetlenül ki kell emelnem. Az egyik Major Ferenc tanár úr volt, aki szolfést és zeneelméletet tanított, vagyis a zenei ismereteknek az alapvetését adta meg nekünk. Rendkívül fegyelmezett, precíz ember volt, és ugyanezt várta el a hallgatóitól is, odáig menően, hogy még az írásunkat is ellenőrizte, hogy tudnélik, a kotta szára érje a kotta fejet, mert csak úgy tökéletes az a hangegyírás. És megkövetelte a tiszta intonációt, megkövetelte azt, hogy az órán pontosan jelenjünk meg. Ő mindig, ahogy csengettek, 1 perc múlva nyitotta az ajtót és bejött. Csodálatos pedagógiai érzéke volt. Tudta ötvözni a szigort az atyai jósággal. Az első fél év elején kétségbe voltunk esve, mindenki azt hitte, hogy meg fog bukni szolfésból. És amikor jöttek a fél évi vizsgák, kiderült, hogy mindenkinek nagyon jó jegye lett. Azért, mert azzal a szigorúsággal elérte, hogy mindenki szorgalmasan tanult. A másik kiváló tanárom Nagy István volt, a karmester. Azt hiszem, hogy művészi szempontból ő volt rám a legnagyobb hatással. Tudnék, ő egy igazi vérbeli karmester volt. Nagyszerűen vezette az intézménynek az énekkarát, de azon kívül nagyon jól tudta megtanítani nekünk is, hogy hogyan kell kórust vezetni. A harmadik tanárom pedig Jagamas János volt, aki tulajdonképpen elintézte, illetőleg neki köszönhetem azt, hogy egyáltalán folklorista pályára kerültem. Vezette a Zeneakadémia
folklór körét. Én abban részt vettem. És már a harmadik vagy negyedik találkozásnál megkérdezte tőlem, hogy nem vagyok rokona, utóda annak a 19. századi Almási Sámuelnek, aki az egyik legkiválóbb dalgyűjteményt állította össze. És amikor mondtam, hogy de igen, akkor azt mondta nekem, hogy ez kötelezettségekkel jár. Én ezt megszíveltem, és úgy tanultam nem csak a népzenét, hanem más tárgyakat is, hogy már a negyed év végén megkérdezte, akkor 5 éves volt az egyetem, a negyed év végén megkérdezte, hogy remélem, hogy folklór témából fogja írni az államvizsga dolgozatát. Ami igen, szívesen, csak találjunk egy megfelelő témát. Kiválasztottuk a témát, és amikor már az államvizsga előtt voltam, akkor azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy el tudnák képzelni a munkáját a Kolozsvári Folklórintézetben, mint kutató? Hát én sokszor jártam a Folklórintézetben, ott végeztük a lejegyzési gyakorlatokat, de hát eszembe se jutott, hogy folklorista legyek, mert zenetanárnak, karvezetőnek készültem. Persze a tanár úr kérdésére azt válaszoltam, hogy hát, ha a tanár úr megfelelőnek tart engem, akkor igen. Nagyon szigorúan rám nézett, azt mondta, hogy akkor ne menjen el tanári vagy más foglalkozást választani, mert el fogom intézni, hogy a Kolozsvári Folklórintézet kapjon még egy kutatói posztot. Ő volt akkoriban tudnélik a Kolozsvári Intézetnek az osztályvezetője. És valóban 56 júniusában államvizsgáztam, 57. január 15-én pedig megkaptam a kinevezésemet a Kolozsvári Folklórintézetbe. Attól a naptól kezdve 2004. december 1-ig a Kolozsvári Folklórintézet zenekutatója voltam, megszakítás nélkül, tehát ha jól összeszámoljuk, ez néhány hónap hiány 48 esztendő. Ez egyesek szemében fölösleges hűség volt egy intézmény iránt, én azonban kitartó ember voltam, és nem bántam, hogy a sors úgy akarta, hogy ott fejezzem be az aktív életemet, és onnan menjek nyugdíjba. Persze a hosszú évek során azért voltak mozzanatok, amikor megszöktem volna a Folklórintézetből. Tudnélik, már 1960-ban, tehát 3 évvel azután, hogy én oda kerültem, Jagamas Jánost és egy kollégáját, Johann Ernikolát felszólították, hogy mivel akkor lépett érvénybe az álláshalmozást tiltó törvény, válaszol. Vagy a zeneakadémiai tanárságot választja, vagy a folklórintézeti kutatómunkát. És ő a tanárságot választotta. Ezután hosszú ideig megszakadt a kapcsolatunk, amit én persze fájdalmasan éreztem, mert irányítás nélkül maradtam, mint kezdő kutató. A helyére egy viszonylag fiatal embert neveztek ki, aki néhány évig évfolyamtársam volt a Kolozsvári Konzervatóriumban, bár a román szakon, de ez olyan diktatórikus módszerrel vezette az intézetet, hogy a legtöbben kerestük a
menekülés útját. Először a kolozsvári rádiónál mutatkozott volna egy zenei szerkesztői állás lehetőség. Akkoriban Porzsolt Viktor volt a magyar zenei osztálynak a vezetője, és ő bíztatott, hívott. Azt mondta nekem, hogy írjak egy kérvényt, írjak egy önéletrajzot, adjam oda neki, ő aztán a rádió személyzeti osztályánál elintézi. Nem telt bele egy néhány nap, és jött vissza lógó orral, hogy Pista, nem lehet. Hát miért? Mert elolvasták az önéletrajzodat, és csak addig olvasták el, ahol odaírtad, hogy édesapád az Erdélyi Református Egyházkerület jogügyi előadó tanácsosa volt. Azt mondták, hogy ilyen klerikális kapcsolatokkal rendelkező ember nekünk nem kell. Az illető, aki ezt a döntést hozta, azt mondta magáról, hogy ő hangmérnök. De amint kiderült, hát inkább ilyen személyzeti osztályfelelős lehetett. Ezt azért gondoltam, mert nem sokkal ezután pont a rádiótól kértek tőlünk anyagokat. Az volt az elképzelésük, hogy a friss kutatási eredményeinkből vigyünk nekik mutatványt. Én kiválasztottam, akkoriban pont a Dézs közelében fekvő Árpáston folytak a gyűjtések, románok, magyarok, mert az egy vegyes lakosságú falu volt, és a román kollégák vittek román anyagot, én pedig magyar anyagot. Természetesen vigyáztam, hogy technikai szempontból, tehát a magnetofon felvétel kitűnő legyen, ne legyen műdal, lehetőleg régi stílusú legyen, de ha új stílusú, akkor is olyan énekestől származzon, akinek nagyon jó hallása, szép hangja volt. És ezeket bemutattam, és akkor jött ugyanaz a úgynevezett hangmérnök, és azt mondta nekem, Almási elvtárs, ez az anyag így nem mehet. Miért? Volt a dalok között egyébként például az egyik legszebb dal, egy katonadal. Ez így szólt. Esik eső, nagy sár van az utcán, ez a kislány sírva mosakútnál, sírva mondja az édesanyjának, szeretőjét viszik katonának. Kérdem, hogy ezzel mi a baj? Azt mondja, hát kérem szépen, az sírni való, hogy a legényt a néphadsereg katonájának viszik. És akkor én hiába magyaráztam neki, hogy de ez egy első világháborús nóta, hát akkor sírt a leány, amikor a szeretőjét vitték katonának, hát ez természetesen nem. Ezt a dalt tessék kicserélni. Nem volt mit tenni, kicseréltem, jó. Ez volt két tapasztalatom az akkori kolozsvári rádióval. A menekülési próbálkozásomnak a következő felvonása az volt, hogy Marosvásárhelyen két intézménynél is volt üres állás. Az ottani Népi Alkotások házánál kerestek zenei irányítót, a kitűnő Marosvásárhelyi zenei líceumhoz pedig szolfézs zenetanárt. Mind a két helyre hívtak. Én őszintén szólva a zenei líceumot választottam volna, mert ott Trózner-né Elker Salóta volt az igazgató, kitűnő zongorista, remek pedagógus, egy nagyon híres zenésze volt Marosvásárhelynek, és ő nagyon biztatott. Végül
addig húzódott az ügyintézés, hogy a vásárhelyi tervekből nem lett semmi, mert nem tudtak lakást biztosítani. És tulajdonképpen ez volt a szerencsém, mert időközben az a főnök, akit említettem, megbukott, leváltották, és egy kiváló néprajztudós, dr. John Muslia került az intézet élére. Attól a pillanattól kezdve többet soha nem gondolkoztam azon, hogy állást változtassak. Ez egy nagy tekintélyű, nagy tapasztalatokkal rendelkező, kiváló szervező, remek tudós volt, aki különösen a fiatalokat tudta helyesen irányítani. Ami az én tudományos munkámat illeti, az persze még abból táplálkozott, amit Jagamas Jánostól tanultam. Ő a gyűjtést, a lejegyzést, a rendszerezést és a hiteles adatközlést tekintette egyedül fontosnak. Cikkek, tanulmányok írását, azt mindig úgy gondolta, hogy később is el lehet végezni. A Jagamas irányítása, amely azon alapult, amit ő annak idején Kodály Zoltántól tanult, oda vezetett, hogy 130 erdélyi és partiumi helységben végül is összesen körülbelül 5000 dallamot és szöveget gyűjtöttem, ami a tanulmányok írását és könyvek szerkesztését illeti, az pedig valahogy önként adódott. Már a diákkoromban végzett gyűjtésekből összeválogattunk egy kis kötetre valót, magyar lapádi gyűjtés volt, ennek az volt a címe, hogy a lapádi erdő alatt 58 magyar lapádi népdal. Belül pedig, hát így voltak a dallamok és a szövegek. Közben pedig a gyűjtés során adódtak tanulmány témák. És ezeket én szépen sorra megírtam, és igaz, hogy abban az időben csak a nyelv és irodalom tudományi közleményekben lehetett magyarul közölni, illetőleg a korunkban is, amely 1957-ben indult újra, és románul a Revista de Etnografia és Folklorban. Ez a kis gyűjtemény, ez tehát 1957-ben jelent meg. Ha most végig tekintünk a népzenei kiadványok során, akkor észre lehet venni azt, hogy 59 és 69 között volt egy évtized, amikor egyetlen egy népzenei kötet sem jelent meg. Ennek persze többféle oka volt, azokat én most nem részletezem. Ellenben, mint fiatal kutató, egy időn túl kezdtem kétségbe esni, hogy mi lesz. A gyűjtés anyaga minden ott marad, csak az intézet archívumában nem lát napvilágot, hogy lesz ez. És kezdtem érdeklődni, hogy mit lehetne tenni. 1964-ben megint elmentem Marosvásárhelyre, mert ott már megismerkedtem a Népi Alkotások háza igazgatójával, és
Mondtam neki, hogy az Alkotók Házának van lehetősége népzenei kiadványokat szerkeszteni és megjelentetni. Mit szólna egy ballada gyűjteményhez? Hú, hogy nagyon megörült, de azt mondta, hogy el kell menjen az akkor még tartományi pártbizottság propaganda osztályára, hogy ott megkérdezze, hogy mit szólnak hozzá. Másnap jött a válasza, hogy hát nem lehet, mert az ilyen komor, tragikus hangvételű balladáknak most nincs itt az ideje. Élénk, munkára serkentő, lelkesítő dalokra van szükség. Készen voltam a válasszal, mondtam, hogy akkor próbáljunk kiadni egy táncdalgyűjteményt. Na, ezt elfogadták, és sok teketória után ez végül is, el lehet gondolni, 64-től 67-ig a kézirat készen volt, azután pedig 70-ig lehetett várni, amíg megjelent. Közben azonban az irodalmi könyvkiadó vállalkozott arra, hogy kiadja a Magyar Gyermekmonostori Népköltészet című kötetet, amelyhez a szövegeket Olosz Katalin gyűjtötte, a dallamokat pedig én, és én is jegyeztem le. Ez tehát 1969-ben megjelenhetett, még hamarabb, mint az előbb említett táncdal, amelynek az volt a címe, hogy 245 népi táncdallam. Ezután egy ideig elég sűrűn következhettek egymás után a dalgyűjtemények. Már 1972-ben sikerült kiadni Tavaszi szél vizet áraszt címen 200 magyar népdalt. Ezt a gyűjteményt, amely nagy példányszámban jelent meg, annyira kedvelték, annyira szükségesnek tartották, hogy 10 év múlva a Kritérium könyvkiadó egy második bővített kiadást is vállalt, úgyhogy 1982-ben ennek megjelent a második kiadása, abban már 230 népdal volt. 1974-ben volt, következett Seprődi János születésének a 100. évfordulója. Erre az alkalomra sokan szorgalmazták, elsősorban Seprődi Jánosnak a lánya, aki Sepsiszentgyörgyön volt magyar tanár, és Domokos Géza, aki jól ismerte Seprődinek ezt a lányát, és Domokos Géza volt a Kritérium igazgatója, a Kritérium könyvkiadónak az igazgatója. Ők hármunkat kértek föl, hogy Seprőde Jánosnak a válogatott zenei írásait és a népzenei gyűjtését sajtó alá rendezzük. A zenetörténeti írásokat Lakatos István, a kritikai, egyházzenei, egyéb írásait a Benkő András rendezte sajtó alá. Benkő András ismertette Seprődinek a zeneszerzői kísérleteit is, és az irodalmi próbálkozásait, a népzenei gyűjteményét pedig rám bízták, és én ebben a kötetben megjelentettem Seprődinek valamennyi gyűjtött dallamát, mégpedig len úgy, hogy a fontosabbakat kottával, szöveggel teljes egészében, amelyek pedig hibásan énekelt dallamok, vagy közismertek voltak, vagy csonka formában lejegyzett népdalok voltak, azokat így a dallam és a szövegsorok kezdete alapján. Ezt nagyon sokan a
zenetudósok közül örömmel fogadták, és nagyon sok ismertetést írtak róla. Végre sikerült ezt a sokáig elfeledett kiváló tudóst ismertté tenni, persze főleg a szakemberek előtt. Mert hát a nagy közönség az ilyen szakirodalmat természetesen nem olvas, de így is nagyon fontos volt, hogy a zenetörténészek, a népzenekutatók és a zenepedagógusok is megismerjék ezt a kiváló szakembert. A gyűjtéseim az közben természetesen folytak tovább. A legtöbb dallamot akkoriban 1963 és 1976 között szilárdsági falvakban tudtam elérni. És 1979-ig sikerült tető alá hozni a szilárdsági Magyar Népzene című monográfiát. A 1000-nél több dallamból ebben 255 jelent meg dallamával, szövegével együtt, és ismét ami e fölött volt, az csak dallamkezdetek és szövegkezdetek szerint soroltam föl. Tehát ebben tulajdonképpen benne van a teljes akkori szilárdsági gyűjtemény ilyen formában. Közben segédkeztem részint Faragó Józsefnek, és például a Virágok vetélkedése régi magyar népballadák című kritérium kiadványhoz én rendeztem sajtó alá a dallamokat. És akkor ez úgy jelent meg, hogy persze nem volt minden balladához dallam, de sokhoz volt. Azok, amihez lehetett dallamot szerezni, illetőleg amit dallammal együtt gyűjtöttek, azokat én szépen lejegyeztem, és ebben a kötetben közreadtam. Hasonlóképpen munkatársa voltam Kányádi Sándornak, aki készített először egy erdélyi száz népköltészeti válogatást, amit ő magyarra fordított, és ahhoz én válogattam és rendeztem sajtó alá a dallamokat. Ez kétnyelvű kiadvány volt, egyik oldalon szász nyelven, másik oldalon pedig magyar nyelven jelentek meg a szövegek, és a végén pedig a dallamok külön. És persze én ott a dallamokhoz írtam a magyarázó szöveget, itt is egyik oldalon németül van a dalanyag is, a magyarázó szöveg is, a másik oldalon pedig magyarul. Hasonlóképpen Kányádi Sándornak volt ez az Erdélyi Jiddis Népköltészet című válogatása, ahol különböző gyűjteményekből válogatott jiddis szövegű dalokat fordított magyarra. Persze ő nem tudott jiddisül, hanem megkért itt olyanokat, akik ismerték ezt a nyelvet, és azután sok munkatársa volt itt, ugye válogatta, fordította, és az utolsót írta Kányádi Sándor. Szakmai szempontból átnézte Jó lesz László, zenei szakértő Almási István, illusztrálta Szántó Piroska. Hát ezek közül, a nevek közül azt hiszem, hogy se Kányádi Sándort, se Szántó Piroskát nem kell külön méltatnom. Itt vannak hátul a szövegek dallamostul együtt, mégpedig len
éppen 40 olyan dal volt, amelyik itten dallammal együtt jelent meg. És végül meg szeretném említeni és ismertetni röviden a nemrég megjelent kötetemet. A népzene jegyében volt a címe, az alcíme pedig Válogatott írások. ...2009-ben töltöttem be a 75. életévemet, és így megleptem magam egy ilyen válogatott írásaimat tartalmazó kötettel. 25 tanulmányt adtam ebben közre. Persze itt is azok, amelyek dallamokkal együtt jelentek, meg itt is dallamostul jelen, vannak jelen. És mivel ezt én úgy tekintettem, hogy ez az én ajándékom, persze az olvasók számára is, nem fordultam pályázattal egyetlen alapítványhoz sem, nem kértem pénzt senkitől, megjelentettem a saját költségemen, azon kívül a szövegszerkesztést, a tördelést és a kotta írást is én végeztem. Tehát tulajdonképpen azt, amit egy technikai szerkesztő végzett volna, én azt is elvégeztem. Meg kell mondanom, hogy volt egy kiadói szakember, úgy hívták, hogy Ureke Dinu. Ez persze a zenéhez nem értett, magyarul se tudott egy szót se, de nekem elmagyarázta az elejétől kezdve, hogy amikor a számítógépen írom a szöveget, mekkora legyen a margó bal oldalt, mekkora legyen jobb oldalt, milyen betűtípussal, milyen betűmérettel írjam a szöveget, ahol pedig olyan szöveg volt, hogy versek voltak, hogy osszam be, hogy középre jöjjenek a rövidebb sorokból álló verszakok, és így tovább. Ezt én szépen megtanultam, és végrehajtottam. 25 tanulmányt válogattam ebbe a kötetbe. Persze itt nem kronológikus sorrendben következnek egymás után az írások, hanem tartalom szerint, pontosabban tárgykörök szerint. Bemutattam néhány kiváló névzenekutatót, Seprődi Jánost, Bartók Bélát, Kodály Zoltánt, Lajta Lászlót, Domokos Pál Pétert, Jagamas Jánost, Sárosi Bálintot. Azután ismertettem olyan kéziratban maradt népdalgyűjteményeket, amelyeket még azelőtt nem látott senki, mert Seprődi Jánosnak a hagyatékában őrződtek meg. Ezek közül bár abban nincsenek kották, kiemelném Áprili Lajosnak a kis népdalgyűjteményét, akkor gimnazista korában még Jékeli Lajos, vagyis a családi nevén szerepelt, és gyermekkorában Parajdon följegyzett népdalokat adott át Seprődi Jánosnak arra a pályázatra, amelyet a tanára hirdetett meg, és dicséretet is nyert ezzel a gyűjteményével, noha dallamokat nem jegyzett le, bár ő gyerekkorában tanult hegedülni, de hát a kottaírás az bizonyára nehezebb volt. Azon kívül Bogdán Jánosnak, a későbbi református lelkipásztornak a Gyerőmonostoron szülőfalujában készített gyűjteményét is kiadtam. Nagyon értékes gyűjteményt állított össze Kocsis Lajos, a Szolnok-Doboka megyei felsőtőkön és vidékén, ahol elsősorban
hangszeres dallamokat jegyzett le, mégpedig magyarokat is és románokat. Nagyon jók voltak a lejegyzései, ő egy kitűnő hegedűs volt már középiskolás korában, és azért is rendkívül becses ez a gyűjteményt, mert nagyon jó leírását adta a táncos szokásoknak, kezdve attól, hogy miként fogadták meg a zenészeket, egészen addig, hogy hogy járták a magyar nevű legényest, azon kívül a lassú csárdást, a gyors csárdást, meg a románoknál a diallungult, és így tovább. Talán nem lesz érdektelen, ha bemutatom életem során kapott kitüntetéseim és díjaim közül a legfontosabbakat. A Magyar Néprajzi Társaság levelező tagjává választott. A Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Szabolcsi Bence díjjal tüntetett ki. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjává is választottak. 2005-ben tagja lettem a Magyar Művészeti Akadémiának. Ez meghívásos alapon történt. 2007-ben a Magyar Kodály Társaság közgyűlése a társaság tiszteletbeli tagjává választott. 2019-ben a Magyar Tudományos Akadémia Arany János érmet adományozott nekem. És 2010-ben a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem a doktor honoris causa, vagyis tiszteletbeli doktori címet adományozott. Sokan szóvá teszik, hogy amikor aláírom a nevemet, miért nem írom oda, hogy doktor Almási István. Nos, nem szoktam, de meg kell jegyeznem, hogy 1989-ben megszereztem a zenetudomány doktora címet. Tehát ehhez képest a tiszteletbeli doktori cím csak egy örvendetes ráadás volt. Bár azt hiszem, hogy az a legrangosabb kitüntetés, amit kaphattam. 8 éve vagyok nyugdíjban, ez azonban egy percig sem jelentette azt, hogy nyugállományba vonultam. 2000-től 2005-ig a Partiumi Egyetemen tanítottam népzenét, 2005-től 2010-ig a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, és közben jelenleg is a Kolozsvári Bábes-Bolyai Egyetem református tanárképző karán adok elő népzenét.